Sziasztok! Üdvözöllek újra a csatornámon! Hát, mint ahogy láthatjátok, ismét egy napi vlogba fogtok belecsöppenni. Persze, ha végignézitek a videót. Szóval, ez megint egy olyan vlog lesz, ami igazából így semmiről nem fog szólni igazából, de mégis csinálok nektek egy ilyet, mert a múltkori az eléggé tetszett nektek. Ma megint koncertre megyünk, és mindig akkor csinálok igazából vlogot, amikor megyünk egy koncertre, de valahogy nálam ez úgy van inkább berögződve, hogy én ezt szeretném kamerázni, mert ez nekem egy élmény és örök emlék, máskülönben meg, hogyha már ilyet csinálok, akkor csinálok nektek egy vlogot is. Szóval a lényegben, hogy ma megyünk koncertre, Tídeni koncert lesz, tudjátok, lehet, hogy tudjátok, de hogyha nem, akkor most elmondom. Szombaton, szeptember 21-én ilyen szuper koncert lesz a Hősök terén. Na és most mi erre fogunk elmenni, 7:30-tól lesz elméletileg Tídeni, és ugye minket ez érdekel. Viszont előtte gondolkodtunk azon, hogy elmehetnénk egyet csavarogni Pesten, ha már úgyis ott leszünk, és mindig volt egy dolog, amit meg szerettem volna nézni így Pesten, szóval valószínűleg ezt ma fogjuk beiktatni, ez pedig a Hold lesz, majd úgyis meglátjátok, hogy miről beszélek, szóval a Holdat szeretném megnézni így Pesten, és szerintem arra is el fogunk menni, és megnézzük, közben Emma ott játszik. Szóval ez lesz most így a terv, tehát igazából tényleg egy ilyen semmiről szóló vlog lesz, de remélem, hogy tetszeni fog nektek, és ha érdekel, akkor tartsatok velünk. Na gyorsan mesélek nektek erről, mielőtt még elfelejteném. Közben az Emma itt játszik mellettem, úgyhogy lehet, hogy hallani fogjátok. Képzeljétek el, hogy 2 hónappal ezelőtt regisztráltam egy játékra, amin ezt a ambipúros légpisítőt lehetett megnyerni, meg ezt a változatot, és a lényeg, hogy én nyertem meg, tök örülök neki, na de nem ez a lényeg, hogy nyertem, vagy hasonló, hanem az a lényeg, hogy ennek valami olyan fantasztikusan jó illata van, és végre valami, ami működik a fürdőszobába. Szóval nagyon örülök ennek, mert ez tényleg, hogyha bevegyek a fürdőbe, érzem az illatát, és nagyon finom illata van, úgyhogy nagyon örülök ennek. Szóval, hogyha ajánlhatok nektek egy légfrissítőt, akkor mindenképpen ez lesz az. A Hold mellett megtalálható az Ikonó. Na, ide mindenképpen el akarok jönni.
Sziasztok, és jó reggelt! Az utolsó felvétel óta igazából eltelt egy pár nap, és hát elkezdtem megszerkeszteni, és úgy voltam vele, hogy ennek így sok értelme nincsen ennek a videónak, tehát arra gondoltam, hogy hozzávenném ezt a mai napomat. Ma amúgy szerda van, és most éppen megyek átvenni egy Foxpost csomagot. Hát milyen csini itt valaki? Csak azt hallom, hogy amúgy kicsit szipog, tehát valószínűleg lehet, hogy beteg lesz, vagy csak egy picit megfázott. Úgyhogy szuper, na mindegy, szóval megyünk, átveszünk egy Foxpost csomagot, és aztán még az a tervem mára, hogy főzök, meg palacsintát szeretnék sütni. Bár az a csomag, amiért most elmegyek, hát... Lehet, hogy nagyon le fogja kötni az egész időmet, de már is mutatom, hogy mit rendeltem. Na, hazaérkeztem. Eléggé bonyodalmas hazaérkezés volt ez a mostani, viszont megérkezett az, amiért mentem. Ez pedig a Horizon Forbidden West PS-es játék igazából. Nagyon-nagyon szeretem ezt a játékot, és ugye ez a második része, szóval végre egész jó áron jutottam hozzá így a Vintiden, és hát lecsaptam rá. Tehát ez valószínűleg engem nagyon le fog kötni, úgyhogy valószínűleg csak este fogom feltölteni a PS-re, mert tényleg le tudok ragadni, és nem szeretem otthagyni a játékot, tehát ez valószínűleg sokáig fent leszek ma, úgyhogy na mindegy, igen. Szóval azért mondtam, hogy elég bonyodalmas volt így a hazaérkezésünk, mert képzeljétek el, hogy megbüntettek. 7 éve vezetek autót, és most volt az első büntetésem. 50 helyett 58 km/h mentem, úgyhogy megvan az első büntim, úgyhogy rögtön az első utam igazából a postára is vezetett, be is fizettem, nem szeretem az ilyeneket tartogatni, halogatni. Szóval igen, ez volt az első, és nem vagyok büszke rá, miatt, ahogy látszik így rajtam, de tényleg nem vagyok büszke rá, csak ez nekem olyan újdonság volt, mert ilyen még nem történt velem tényleg, úgyhogy kicsit ilyen fura érzés igazából. Na de mindegy, ilyen is van, és nem csak nekem van ilyen az életben. Nagyon örülök a játéknak is, és amúgy meg arra gondoltam, mi lenne akkor, hogyha ebbe a vlogba, ami igazából ilyen össze-vissza vlog most már, tehát arra gondoltam, mi lenne, hogyha megosztanék veletek pár random tényt igazából rólam. Arra gondoltam, mi lenne, hogyha jobban megismernétek, és erre a legjobb megoldás, hogyha én elkezdek néhány tényt mondani rólam, és majd, hogyha még kíváncsiak vagytok valamire, akkor azt komment szekcióban megtehetitek. Szóval, nem is tudom, mit mondjak így magamról, legyen mondjuk az első, hogy na, hát például nagyon szeretem ezeket a PS-es játékokat, de nem mindet, régen sokkal jobban oda voltam ezekért a dolgokért, amióta így hát amióta Emma van meg inkább, azóta nem nagyon ülök le játszani, azóta már nem annyira köt le, kivéve, hogyha tényleg vannak ilyenek, mint például ez, vagy más nagyobb című játék, akkor azt kiplatinázom igazából, de viszont így már nincs, hogy csak úgy leülök és random játszok. Akkor másik tény, nagyon szeretem ettől független a könyveket, viszont abból sem minden fog meg, hát ugye ez valószínűleg mindenkinél is így lehet, nem tudom. Én nem vagyok ez a nagy könyvmoly, sajnos, viszont nagyon szeretem a könyveknek az illatát. Úristen, én akárhol vagyok, egy könyvesboltban vagy akár bármelyik üzletben, ahol árulnak könyveket, nekem az első dolgom, hogyha kinyitok egy könyvet, megszagolom. Én nagyon szeretem a könyvek illatát, és mondom néhány, hát nem is tudom, hogy mondjam igazából, néhány könyvet, kötetet, igazából szívesen elolvasok, ami tényleg megfog, mint például a Harry Potter. Oké. Harmadik tény rólam, mi legyen az? Nagyon szeretek sütni.
Sütni szeretek, bár nem igazán tudok. Viszont azon vagyok mindenképpen, hogy most egy kicsit fejleszem a torta készítő tudásomat, mert szeretném én csinálni most már születésnapokra a tortákat, mindenki születésnapjára itthon, és hát igaz, hogy még életemben nem csináltam. Az első torta az most majd a Daniél lesz, majd október végén, és nagyon izgulok, hogy milyen lesz, nem tudom, remélem sikerülni fog. Oké, akkor ez volt a harmadik, ugye? Akkor lehet most a negyedik, ami legyen mondjuk az, hogy én például nagyon, nagyon sokáig tudok vásárolni. igaz, hogy ez is már kicsit változott, amióta ketten vannak a gyerekek, viszont régen, de akár most is, ha bírják a gyerekek, akkor én 3-4-5 órán keresztül is tudok vásárolni, úgy, hogy igazából én nem veszek meg semmit sem, tehát csak igazából nézelődök leginkább. Én nagyon szeretek nézelődni. Igazából ezt nem is értem, hogy vannak olyan emberek, akik ugye ezt ugyanígy imádják, és vannak olyan emberek, akik inkább megrendelik a dolgokat, csak hogy ne kelljen elmenni boltba. Na hát én teljesen másik ellenkező, nagyon szeretek rendelni, viszont én imádom, amikor meg tudom tapogatni a dolgokat, szóval nagyon szeretek tényleg nézelődni, vásárolni, a kezembe venni a dolgokat, eldönteni, hogy az majd hova fog kerülni, melyik tárgy hova fog kerülni. Szóval igen, én ilyen vagyok, de amióta ugye ketten vannak a gyerekek, és még Emma kicsi, ezért erre nem mindig van időm, vagy nem mindig tudom erre, hát, hobbinak szentelni a napjaimat, perceimet, óráimat. Szóval igen, és mi legyen még random tény? Nem tudom, most így csak hirtelen ennyi jut eszembe igazából. Hát ennyi. De most, hogyha nektek van esetleg valami kérdésetek, vagy bármi, amit tudni akartok rólam, azt itt kommentszekcióban szívesen elolvasom, és válaszolok is rá. Esetleg vagy komment formájában, vagy pedig majd egy másik vlogban megválaszolom nektek. Na jó, megyek, mert közben a palacsinta sehol sem áll, és igazából már dél van. Ezt hagyjuk is inkább, hogy telik az idő. Szóval a lényegben, hogy megyek, csinálom a palacsintát. Na rájöttem, hogy palacsintát azt nem szeretek csinálni. Ez itt mind kakaós, és akkor most jön a túrós, úgyhogy még dupla ennyi lesz itt. Húha, hát alakul itt a molekula. Hát azért elég sok idő eltelik a palacsinta sütéssel, és már kifutok az időből, de még van a lekváros, ez ilyen házi lekvár amúgy, epres. Itt már kész a csokis, itt a túrós, hát mondjuk ebből elég kevés lett, de nem baj. És akkor most jön még a lekváros. Na közben úgy gondoltam, hogy én be is rakom a Horizon CD-t, mert ugye még le kell tölteni, és úgyis még van egy-kettő palacsinta, úgyhogy én ezt most mindjárt berakom. Ti mit csináltok? Mit csinálsz? Az anyának a kamera állványa? Jajjaj! Nem szabad megenni, nedd meg, jaj! A drága kis kamera állványom. Na! Az meg egy üres csokis papír. Na hát most már eléggé este fele jár az idő, tehát amíg még egy kicsit világos van, addig szeretnék kiköszönni ebből a videóból. Én köszönöm szépen, hogy megnézted ezt az össze-vissza videót, mert igazából nagyon ilyen szétszórt videó lett, de remélem, hogy így is tetszett nektek. Megpróbálok legközelebb egy kicsit összeszedettebb vlogot csinálni. Hamarosan, pár nap múlva amúgy, hamarosan egy nagyobb változás fog beállni az életembe, ha minden igaz és minden sikerül. Nagyon várom, nagyon izgulok, de ezt tényleg majd egy másik vlogba fogom nektek elmesélni, meg megmutatni.
Nagyon-nagyon izgulok. És, de tényleg, köszönöm szépen, hogy ebben a videóban itt voltál velem, végignézted, hát remélem, hogy tetszett, hogyha így van, akkor mindenképpen nyomj erre egy lájkot, és mint mindig, ne felejts el feliratkozni a csatornára, egyre többen vagyunk, és én ezért nagyon hálás vagyok nektek. Szóval, köszönöm szépen, hogy itt voltál ismét ebbe a videóba, találkozunk egy következőben. Sziasztok!